Sziasztok! Kovács Tamás vagyok, a Botan Solutions Kft. Ügyvezetője. Mik a leggyakrabban előforduló épületgépészeti hibák lakásunkban, családi házunkban? Hogyan kell szakszerűen elhárítani egy csőtörést, vagy karban tartani egy gázkazán? Mit kell tenni, ha nem működik az egyik radiátorunk? Újonnan induló sorozatunkban ezekre a kérdésekre adunk választ a Botan Service csapatának tagjaival. Egy gázkazánt épp úgy karban kell tartani, mint az autónkat. Nem csak a biztonságos működés követeli meg az évenkénti ellenőrzést, hanem az energiatakarékos fogyasztás is. Egy elhanyagolt kazán akár 30-50%-kal több gáz fogyaszt el, mint egy rendszeresen szervizelt készülék. A karbantartás minősége azonban fontos kérdés. A szakszerűtlen, felelőtlen kazántisztítás időzített bombává változtatja a gázkazánt, ami a legváratlanabb időpontokban hibásodhat meg, és emellett megnöveli a szénmonoxid mérgezés kockázatát is. Kis filmünkben bemutatjuk, hogyan dolgoznak a Votan Solutions szakemberei, illetve miként zajlik egy hagyományos nyílt égésterű és egy hozzá nagyon hasonló zárt égésterű turbós kazán karbantartása. Nézzük meg együtt! A hagyományos, nyílt égésterű kazánok karbantartása. Különbségek az olcsó és a minőségi karbantartás között. Már a készülék burkolatának eltávolítása is komoly figyelmet igényel a karbantartást végző személytől. A karbantartás előtt célszerű elzárni a gázcsapot, a fűtési vízvezetékek csapjait, a hálózati vizet. Egy profi szerelő sérülésmentesen nyúl a készülékhez, nem feszegeti, határozott mozdulattal szereli le a takarólemezt. Ha felmerül bennünk a gyanú, hogy nem ilyen emberrel állunk szemben, akár azonnal megköszönhetjük a közreműködést, és hívhatunk valódi referenciával rendelkező, megbízható szakembert. Ezután a palástot óvatosan leemeli a szerelő, vigyázva arra, hogy ne törjön meg a samotlemez. A következő lépésben eltávolítható, kiemelhető a gázégő, amit zuhannyal, csap alatt alaposan át kell öblíteni. Ezután amennyire csak lehet, a gázégőből a maradék vizet el kell távolítani, majd félre kell tenni száradni. Addig a szerelő nekiláthat a hőcserélő tisztításának. Szemrevételezéssel megállapítható, hogy ez az alkatrész mennyire szennyezett. Ha kevésbé, tisztító ecsettel át lehet ecsetelni, vagy kompresszorral át kell fújni a lamellák közötti területet. Több éve nem szervizelt készülékeknél vastagabb elrakódásokkal is találkozhatunk, itt már vegyszeres tisztításra lehet szükség. A gázégőt nedvszívó papírtörlővel célszerű áttörölni, majd visszahelyezhető a készülékbe. A feltöltés előtt ellenőrizni kell a tágulási tartályt is. A nyomásnak maximum 1,1 bárnak kell lennie. Ha nincs meg ez az érték, kompresszorral után kell tölteni a levegőt. Turbós készülékeknél a turbóventilátor állapotát is ellenőrizni kell, nem koszolódott-e el, illetve a csapágyazat megfelelően működik-e. Célszerű a csapágyakhoz VT40-et fújni. Meg kell vizsgálni a presszosztátok állapotát, a szilikoncsöveket, nem repette, nem szakadt-e el, szükség esetén cserélni azokat. Minden rendben van, összeszerelés után beindítható a készülék. Működés közben ellenőrizni kell a keringtető szivattyút, nincs-e rendellenes zaja, megfelelően forog-e a járókerék. A váltószelepet is meg kell figyelni, valamint a HMB hőcserélőket, ha van, tapintással ellenőrizhetjük, hogy nincs-e elszennyeződve, megfelelő hőmérsékletű-e a használati melegvíz. Ha nem, az alkatrész kiszerelhető és háztartási sósavval tisztítható. Végezetül nem maradhat el a mérés sem. Füstgázelemző műszerrel megvizsgálja a szerelő, hogy mennyire hatékony a készülék, illetve van-e CO visszaáramlás. Ezen kívül a fűtővíz keménységét és pH-ját is ellenőrizni célszerű a teljesség érdekében. Látható tehát, hogy egy gázkazán szervizelése összetett folyamat.
egy tisztességes karbantartás több időt is igénybe vehet. Ne feledjük, az olcsóbb megoldás gyakran sajnos hosszú távon sokkal drágább, arról nem is beszélve, hogy életveszélyes is lehet. Következő videónkban a kondenzációs kazánok szakszerű karbantartását fogjuk bemutatni. Addig is, ha tetszett a videó, kérlek nyomjatok egy lájkot rá, hogy mi is kapjunk visszajelzést tőletek. Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, ha szeretnétek látni hasonló informatív anyagokat, ha pedig kérdéseitek vannak, írjátok le őket a komment szekcióba. Megpróbálunk válaszolni az összesre. Köszönöm, hogy megnéztetek minket. Sziasztok! The blues train, oh yeah, the blues.